Mintegy 2,6 milliárd forint értékű fejlesztésre nyertek forrást a Mezőkövesi Tankerület köznevelési intézményei. 23 sikeres pályázat eredményeként infrastrukturális beruházás, több mint 395 millió forintból pedig 14 szakmai projekt valósul meg. Városunkban tartott évértékelő háttérbeszélgetést a Mezőkövesi Tankerületi Központ igazgatója és 4 intézmény vezetője október 17-én. Az iskolákban folyó fejlesztésekről, valamint a központ és az intézmények kapcsolatáról is beszélt Bozsikné Víg Marianna igazgató, aki a megvalósuló fejlesztéseket is bemutatta. 2017. szeptemberétől új, átfogó iskolafejlesztési program indult az állami fenntartású iskolákban, ilyen nagy volumenű projekt az elmúlt 30 évben nem volt. Az ülésen Gály János, a Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézmény vezetője a szakmai innováció fontosságát emelte ki, hozzátette, az EFOP-os módszertani pályázatok is ezt a célt szolgálják. Mózerné Horga Stefánia, az Alapfokú Művészeti Iskola tagintézmény vezetője, a művészeti képzések fontosságát hangsúlyozta, emellett bemutatta az iskola tevékenységeit és terveit.